Hello, hello, szia! Sok szeretettel köszöntelek ebben az Urgent, azaz SOS Update-ben. Na hát úgy néz ki, hogy a stablecoinok -ok nem annyira stablecoinok, -ok, mint ahogy gondoltuk. A tradicionális pénzügyi rendszer problémái kihatnak rá, és úgy néz ki, hogy az, amiről azt gondolnák, hogy egy dollárt ér, és stablecoin nem egy dollárt ér. Viszont. Azt gondolom, hogy annyira nem, annyira vészes a helyzet, mint ahogy ma láttuk. Erre, ebbe fogunk beletekinteni a mai rövid kis videóba. Kérlek, nyomd meg a lágombot, like egy kövér lájkot like kérünk, ezzel ugye segíted a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutassa ezt a videót, és persze iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, a rangocska összes, és köszönjük szépen a lájkot. Like szóval mi is történt ma, de mielőtt ebbe belemágunk el, kell, hogy mondjam, hogy semmi nem pénzügyi tanácsadás, megy a spekuláció jobbra-balra, mi is gondolkodunk különböző dolgokról, de nem tudjuk, hogy mi fog történni, szóval nagyon-nagyon óvatosan kell kezelni, és bárki bármit lép, akkor ugye megfelelő kockázatvállalással és döntés birtokában tesszük ezt meg. Szóval arra ébredtünk, lerakom magam ide picibe, arra ébredtünk ma, hogy a USDC stablecoin az nem egy dollárt ér. Én már reggel, amikor ránéztem a van a coingecko akkor láttam, hogy mi az, hogy 0,80, talán akkor éppen 87 dollárt ért az USDC, és így el is képettem, mert ugye mindig azt szoktam látni, hogy a stable coinok -ok per egy per egyben vannak, és ugye ránézve a csetrit már 7 óra 40-kor elkezdték posztolni, viszont ugye amikor még aludtunk, 3 órakor, illetve 5 órakor történt a legnagyobb Esés, és ugye ez ment itt tovább. Látjuk, hogy a DAI stablecoin is 0,88 USDC stablecoin, ami az egyik legreguláltabb, a legtöbb szabályzásnak megfelelő, ugye a Coinbase és a Circle közös stablecoinja, ami aztán tényleg minden amerikai előírásnak megfelelt, minden pénzt ugye bankban bizonyítva tárolnak, és mégis nem egy dollár tér, hanem bőven 10 a illetve 12 kal kevesebbet. Hát ugye az történt, hogy csődbe ment a Silicon Valley Bank, és ugye a héten már jelentett azt, hogy bezár a Silvergate Bank, ami kifejezetten a kriptotősdéket szolgálta ki. Erről ugye beszéltük már a korábbi videókban, viszont a Silvergate-nek nem volt olyan kötelezettsége, amit mondjuk az ügyfelek felé ne tudott volna Kiszolgálni, azaz a betéteseknek ne tudott volna kifizetni, viszont valójában mivel a, elfordultak tőle a kriptotősdék, ezért ugye nem e, tud e, fog a jövőben szolgáltatni, és bezárja kapuit. Viszont jött ugye a Silicon Valley Bank, ami Amerikának a 20. legnagyobb bankja, az ő csődje, erről már ugye röviden beszéltünk, tegnap este volt egy, egy dífányos hívásunk, ott röviden ezt érintettük, és ugye az, a Silicon Valley Bank Amerika 20. legnagyobb bankja, nem is egy kicsi bankról van szó. Nem a kripto kitettségei miatt lett baj a Silicon Valley Banka, hanem a túlzott kockázatvállalása miatt, amit főleg a technológiai cégek, ugye amik Silicon Valley-ben található technológiai cégek, irányában eszközölt, ami főleg ugye különböző hitelek, vagy akár más jellegű befektetések szempontjából. És ugye pillanatok alatt a Silicon Valley Bank részvény először esett 60%-ot, majd utána megint esett 60%-ot, és ugye valójában úgy néz ki, hogy nem likvid, nem fizető képes, és ugye ami a gond, hogy az amerikai egybank nem rohant a segítségére, hogy megmentse, úgyhogy úgy néz ki, hogy itt lesznek veszteségek. Most ugye amit látsz, a stablecoinokat látjuk, látjuk, hogy a Tether USDT, amit ugye leginkább szoktak támadni, viszont a legnagyobb stablecoin egy dolláron van, és egész nap rendben állt a sarat. Most viszont úgy, hogy már konszolidálunk ebből a pánikból, látjuk, hogy a USDC 0,95 dollár, Binance USD majdnem 1 dollár, DAI 0,97, USD. szóval látjuk, hogy mindegyik elvált, viszont sokkal durvábbak voltak a, a, az 1 dolláros PEG-től, ugye a PEG azt jelenti, hogy valamihez rögzítjük, az, hogy elvált az árfolyam, látjuk, hogy itt a reggeli posztokban, a Telegram csatornánkon, ahol feltétlenül csatlakozva a linkjét megtalálod a leírásba. OSDC 088, DAI 088, és ugye itt megindultak a, a dolgok, a találgatások, ugye egyrészt hétvégén ugye a hagyományos banki rendszerek nem működnek, szóval nem is tudnák föltölteni fiat készletekkel a, a különböző fedezeteket, mert az a fiat hozzáférés, ami volt a Silvergate-nél, ugye ez a Silvergate Exchange System, vagy nem is tudom pontosan mi volt a neve, ugye a Silvergate-nél rendelkezésre állt a kriptotősdéknek egy olyan belső hálózat, ahol hétvégén is egymás közt tudtak pénzt küldeni, ez már nem elérhető, sokkal nehezebb az, hogy mondjuk a hagyományos fiat pénzekhez hozzáférjenek a hétvégén, ez ugye nem történt meg, és ugye itt beindult a találgatás, hogy mi is történhet ugye maga több stablecoin-nál láttuk ezt a PEG elvállást. Az is lehet, ugye, hogy többen használják az USDC-t, például tudjuk, hogy a DAI használ kifejezetten az USDC-t, és ugye a DAI-nál is ez okozhatja azt, hogy elvágat a peg től Látjuk itt ugye, hogy a Bybiton, ahol ezt mi trédeltük, 0.83.71 volt a legaj, és ugye onnan elkezdett konszolidálódni. Amikor mi Vettünk USDC-t, illetve nyitottunk pozíciót, abban a reményben, hogy visszamegy egy dollárra, akkor kb. 0,87-0,88 körül volt a, az árfolyam, de ugye ez egy nagyon nagy kockázatú ö, trade volt, ugye itt reggel erről ö, beszélgettünk, és ugye ö, különböző tweet üzenetek ö, ö, lettek megosztva, hogy mi történik a piacon. Ö, mi, hogy alakul. Most nem fogom itt ezt mind végolvasni, feltétlenül nézd meg a csetet. Ugye a Bybithoz van itt egy linkünk, ahol ugye spoton, az azonnali piacon is rengeteg párban lehet kereskedni, például az USDC-t, USDT-vel szemben lehetett kereskedni. Majd ugye itt jöttek a, a hírek, itt van például, ugye ez, ahogy két gomb van, hogy a, a kriptó egy scam, tartsuk a, a, pénzünket a bankba, vagy a bankok egy scam, és tartsuk a, a pénzünket egy kriptoba, hogy most melyik a jobb. Ugye így, hogy már túl vagyunk az FTX összeomlásán, és tudjuk, hogy onnan rengeteg fertőzés tovább gyűrűzött, amiről ugye beszéltünk, például a Silvergate Bank, ugye ennek lett a, az áldozata, viszont úgy tűnik, hogy most a, a hagyományos pénzügyi szektorban vannak gondok, jelen esetben hogy a Silicon Valley banknek a fizetés képtelensége okozta ezt, és ugye az, hogy az USDC stablecoin a az a fedezet, amit ő dollárban tárol, egy per egyben ugye tárol dollár fedezetet a különböző bankoknál, ennek a pénznek egy része a Silicon Valley banknél volt letéve, hogyha jó az értesülések, akkor ez kb. 3 milliárd dollár körül van úgyhogy itt látunk ugye több posztot is, volt egy, a vezérigazgatónak volt egy búcsú videója, ahol ugye elmondta, hogy hát akkor sajnos csődbe ment a bank, és hogy hát mennyire sajnálja, meg stb. stb. Egyébként a Gemini, a GUSD is elvesztette a peget, szóval egész nap ugye erről mentek a, a hírek. Én egyébként egy rendezvényen voltam, úgyhogy kevésbé tudtam ennek így pluszban figyelmet szentelni viszont az tény, hogy sajnos a Silicon Valley Banket elbúcsúztathatjuk, és ugye ami fontos, hogy ő egy hagyományos, nem nagy kriptokitettséggel rendelkező bank, nem a kriptó miatt jutott oda, hova jutott, hanem az egyéb irányú túlzott kockázatvállalás miatt, ami egyébként a 2008-as ingatlanpiaci válságra ugyanúgy jellemző volt. Ha megnézzük a stablecoinokat, ugye CoinGecko-ban le tudjuk szűrni a kategóriákban a stablecoinokat, akkor látjuk, hogy melyiknek hogy áll a, a, a pegje. Mindjárt az USDC-t megnézzük Trading n is, de nézzük meg például a, a BUSD-t, a Binance USD-t, amit ugye Amerikában a felügyelet üldözésével igazából be is tiltottak, hogy ő az elmúlt 24 órában hogyan muzsikált, mindjárt látni fogjuk, hogy a, BUSD az mennyire tartotta meg a peget, de itt már látom jobb oldalt a csárton, hogy 0.98-ig ment le, 0.98-5-ig, szóval közel nem esett akkor át, mint a többi nagy stablecoin, ugye a többi nagy stablecoin bőven 10% feletti esést könyvelt el, akár a Liquidity USD, akár a Gemini dollár, akár az USDD, Paxos dollár is, a Fraxnek a dollárját, a True usd is és a DAI is, ami ugye zömében, a DAI is ugye használ USD t Nézzük meg a csátom, hogy mit mutat ez nekünk a, abból a szempontból, hogy mi történhet a csárton viszont előtte, ha már itt van a grátis webinár, akkor a leírásban megtalálod a grátis webinár linkjét, feltétlenül iratkozzál fel, számos grátis webinárt fogunk tartani a következő hetekben, kedden lesz az első 18 akkor ott ő ugye főleg az a mesterséges intelligencia és a mesterséges intelligencia kereskedésben, mind a Forexben, mind a kriptoban erről fogunk beszélni, de jövünk kifejezetten DeFi dologgal, rá fogunk világítani arra, hogy a tradicionális pénzügyek mellett a DeFi miként szerez magának egyre több piros pontot, illetve jövünk egyéb izgalmas hírekkel, különböző lehetőségekkel, úgyhogy itt feltétlenül az e-mail címed és akár becenével iratkozzál fel. Hát, ha ránézzünk a csártra, akkor látjuk, hogy ez az USDC USDT chart, Bybiton, ugye a By Bybiton elég nagy kereskedési volumen zajlik ilyenkor, úgyhogy ezt, azért ezt a csártot nézzük, ugye itt azért komolyabb befektetők is kereskednek, és látjuk, hogy ugye a, mi időnk szerint éjjel elkezdett esni, és valójában 0,838 dollárig esett le, ugye ez majd 16-17 százalékos leértékelődés. Mi, amikor így itt fölkeltünk, akkor itt, itt eszméltünk körülbelül, a 0,88-as szintnél, hogy itt nyitottuk meg azokat a pozíciókat, ami nagyon kockázatos pozíció volt, mert ugye, hogyha valamiért ez az egész egy óriási nagy lavinát indított volna el, és még többen elkezdenek az USDC-től megszabadulni a pánik kapcsán, akkor értemszerűen nem tudják, mivel nincs, nincsenek nyitva a bankok, nem tudják átváltani valós dollárra, nem tudják lehűteni a kedélyeket, ugye ez még lejjebb eshetett volna. Viszont Amerikában ugye lefeküdtek aludni, fölkelt e e Ázsia, majd Európa, és úgy néz ki, hogy most arra, hogy Amerika is újra e nappal van, és felébredtek valójában kezd visszaállni a PEG, és 0,97-nél járunk, már csak 3 dollár, azaz 3 ra vagyunk az 1 dolláros peg -től. Én azt gondolom, hogy hétfőre minden helyre áll, de ez csak az én véleményem, még egyszer mondom, semmilyen pénzügyi tanácsadás, ez csak az én véleményem, szerintem hétfőre minden helyre áll, az, hogy akár az USDC beragadt, mondjuk 3 milliárd dollárral a Silicon Valley Banknél, ez sem jelent tiszta 3 milliárd dollár veszteséget, mert ugye annak egy részét valószínűleg vissza fogják kapni, illetve azt gondolom, hogy adott esetben még az sem kizárt, hogy a Silicon Valley Bankot megsegítheti a jegybank, vagy pedig más kormányzati intézkedés is. Minden esetre elképesztő azt látni, hogy van egy stablecoin, ami ugye látjuk, hogy végig egy dollár, amióta, a, amióta jóformán e, e, picit nyugodtabb a piac, korábban sem nagyon lépett ki, pár százalékos kilengése volt, ami, ami a likviditás menedzseléséből adódik, mert ugye nem lehet mindig pont egy dolláron tartani, hogyha különböző e, vételi eladási megbízások jönnek jobbról-balról, de az, hogy ugye 10 százalékot elváljon egy full decentralizált fiat pénzzel fedezett stablecoin, ilyet még nem láttunk, ez volt az első, szóval azt kell mondanom, hogy nekem a 8 éves kriptos múltamban sem láttam ö, még ilyet, és ugye ne felejtsük, hogy ez nem egy algoritmikus stablecoin, ahol az algoritmussal vagy mással van probléma, mint ugye volt a, 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 a Lunának a, a stablecoinjával, hanem ugye itt egy fiat pénzzel valós dollárral, bankszámlán lévő dollárral fedezett Stablecoinról van szó. Jó, mit nézzünk még meg? Szóval érdemes megnézni ezt a csártot, egyrészt azért, mert egyértelműen látjuk, hogy az USDT kezd piacot nyerni. Erről már beszéltünk korábban is, látjuk, hogy itt decemberhez képest a 66 milliárd dollárból most már lassan 70, 72 milliárd dollár van. Az USDC-nek ugye most a market cap-je elkezdett lefelé sorogni, mert a, a, a nála is ugye Mindjárt látjuk, 40 mondjuk 45 milliárd dollárról elkezdett lefele menni. A mai esést megelőzően már csak 43 milliárd dollár volt, és ugye most, mivel az árfolyama alacsonyabban van, ezért ugye még lejjebb látjuk a market cap -et. Ugye a harmadik, a kék csík, ugye ez a Binance-nek a USD-je, ez ugye azért kezdett el csökkenni, mert már nem bocsáthatnak ki új BUSD-t, mivel ugye betámadt őket az amerikai felügyelet, ami értékpapírnak minősítette a BUSD-t, és ezért ugye nem bocsátanak ki újat, a régit viszont beváltják. az érdekesség az, erről is pár napja beszéltünk, hogy a CFTC, ami az árupiaci termékeket szabályozza Amerikába, azt nyilatkozta, hogy az Ethereum és a stablecoin -ok nem értékpapírok, hanem árupiaci termékek. Miközben ugye az SEC, csak a BUSD-re mondta azt, hogy értékpapír, az összes többi stablecoin nem mondta, hogy értékpapír, persze ugye akkor meg volt idejérve a piac, hogy majd mindegyikre azt mondja, hogy értékpapír, de ugye értékpapír nem lehet, mert értékpapírnál arról van szó, hogy átadják a befektetőknek egy bizonyos hozam reményébe. Hát hogyha valami azt hivatott szolgálni, hogy mindig egy dollár legyen, és csak le lemásol egy valós piacon lévő eszközt, mondjuk egy digitális eszköz, ami ugye a technológiának köszönhetően gyorsabban, olcsóban lehet tranzaktálni, de ugyanazt kívánja prezentálni, és nem kíván bármilyen hozamot, akkor nem tekinthető értékpapírnak. Természetesen az, hogyha mondjuk egy farma betesszük, vagy bármit csinálunk vele, az nem a az maga nem az adott eszközt minősíti át papírra, hanem ugye azt a, az ügyletet, amiben tevékenykedünk, de ettől az eszköz nem válik értékpapírra. Szóval érdemes megnézni a csártot, örülünk, hogy a BUSD ennek ellenére, hogy már korábban ugye megkapta a nagy pofont, mégis jól tartotta magát, a tetter is tartotta magát. Nem tudom, hogy a különböző felügyelő hatóságoknak, főleg az SSZ-nek erre mi lesz a reakciója. Nekem nagyon úgy tűnik, ugye, hogyha megnézzük az szisz t ami a pénzpiacok, értékpiacok felügyelete, egyrészt ugye az FTX összeomlást, hogy nem tudták előrejelzni, megakadályozni, szerintem ez nagyon ö, nagy, ö, hogy mondjam, hiányosságuk, és hibáztak ebben. Az, hogy csődbe mennek Amerikában bankok, amiket ők ellenőriznek, és ezek a bankok elég komoly pénzeket fizetnek mindenféle felügyeleti díjak kapcsán és ugye meg is felelnek a szabályzásoknak és mégis ilyen összeomlások következnek be, ami ugye főleg most a, a Silicon Valley bank, ami 20. legnagyobb bank Amerikába okoz, és valószínűleg hogy még fog magával hozni. Ez azt gondolom, hogy a, a felügyelet figyelmetlensége, vagy, vagy éppen mással foglalkozik, ugye különböző kriptos projektek ellen mennek, Ethereum, stb. stb., miközben ugye ilyen jellegű dolgokra meg nem figyelve valójában ténylegesen kárt okoznak, és nem csak a befektetőknek, hanem simán a bank betéteseknek is, mert valószínűleg a Silicon Valley betétesek nem fogják visszakapni maradéktalanul a pénzüket. Ekkor viszont bejön még egy másik dolog, amit ugye van egy bankközi hitelpiac, ez úgy hívják, hogy repo, amikor a bankok kölcsönadnak egymásnak, akár csak egy estére, vagy egy napra, vagy akár hosszú távra, ugye ennek van egy ugyanúgy egy kamat ennek a repo piacnak, és ugye ez időnként beszokott fagyni. Ez volt ugye a 2008-as ingatlan piaci vásába, ez volt, amikor ugye a korona lezárások kapcsán megjött az összeomlás, illetve most is elképzelhető, hogy jön egy hasonló, amikor a bankok nem bíznak egymásba, mert nem tudják, hogy ki, ki nem fogja tudni visszafizetni a hitelt, ki van hasonló helyzetben, mint a, a Silicon Valley Bank, ki az, aki holnap nem tudja visszafizetni a hitelt és nem fognak egymásnak kölcsönadni és így a bankközi piacon le tud fagyni a likviditás. Ilyenkor mi, mi, mi ö, szokott történni? Hát az, ami történt 2020 márciusában, az, hogy ugye belék a, belép a jegybank és eszméletlen pénzmennyiséget pumpál a piacra, hogy maga ez a nemzetközi ö, ö, dollár likviditás fölé legyen. Még nem tartunk ott, viszont szerintem ez elképzelhető. És ugye ne felejtsük el, hogy jelenleg egy masszív ö, likviditás kivonásban van egyébként az amerikai jegybank, emeli a kamatokat, vonja ki a korábban bepumpált likviditást, ami ugye óriási inflációt okozott. Viszont ö, elképzelhető, hogy ezek a folyamatok, amit itt látunk, az fog eredményezni, hogy mégis ö, hirtelen ki kell nyomtatni pár tíz vagy akár száz milliárd dollárt, és ezen bankok, illetve maga a bankközi likviditás megsegítésére bele kell pumpálni. Szóval ezek a stablecoinoknak nem azért van bármilyen problémája, mert a kriptó nem jó, vagy a kriptó nem működik, vagy hogy a DeFi nem működik, hanem a tradicionális, azaz a hagyományos pénzügyi szereplők túlzottan kapzsik, mohók voltak, és az őket felügyelő hatóságok nem figyeltek erre megfelelően, és nem hívták fel a figyelmet, hogy ne vállaljatok ekkora kockázatot, kicsit vegyetek vissza, tartalékoljatok többet, és ugye ide jutott ez az egész, és valószínűleg ez folytatódni fog, mert valójában ez a szigorítás, ez a kamatemelés, ami zajlik, ez ugye megdrágítja a hitelt is, és a bankoknál a különböző ügyletek fedezés, amit eddig görgettek, meg mindig meg tudtak hosszabbítani, most nem biztos, hogy tudják mert lehet, hogy túl drága lenne annak a hitelnek a meghosszabbítása, és lehet, hogy egy másik bank nem ad akkora hitelt, nem ad akkora likviditást, és ez az egész dolog teljesen befagyhat. És ugye a stablecoinokat meg abból a szempontból érintette, hogy ezen stablecoinok bankoknál helyezik el azt a fedezetet, amit, amit ugye tartanak. Az, hogy az USDT-t miért nem érintett, tehát valószínűleg nem az amerikai bankoknál helyezték el. Persze, ugye beszélhetünk arról is, hogy akkor ez most lehet, hogy kérdezhetnéd, hogy miként most ez egy támadás, jönnek a CBDC-k, és akkor így akarják kicsinálni a stebekoinokat. Elképzelhető, nem tudjuk. Lehet, hogy ugye ez ugyanúgy a forgatókönyv része, és a jegybanki digitális pénzek, a digitális dollár, digitális eurónak készítik elő a terepet, és ennek is része van, de az is lehet, hogy mivel ezek a stablecoinok -ok nagy része különböző startupok, akik persze próbáltak megfelelni a szabályzásoknak, amennyire tudtak, vagy amennyire volt tiszta iránymutatás, viszont nem a nagy bankrendszer, nem a, hagyományos pénzügyi rendszer hozta őket létre, ezért ugye az is lehet, hogy most egy kicsit átvesszük azt az üzletet, amit tök jó, hogy ti ki kísérleteztetek kis startupok, hogy milyen jó és mennyire működik, és milyen jó a blokkláncon használni dollárt, de most már mi bankok egy kicsit utolértük magunkat, és szeretnénk a tortából részesedni. Ugye tudjuk, hogy a JP Morgannek is van egy saját stablecoin nem tudjuk, hogy mire megy ki a játék, most hangosan gondolkozok. Az, hogy ugye ilyenkor mit tudunk csinálni, értemszerűen Ugye ezek nagyon-nagyon pánikvezérel dolgok, szóval ez egy teljesen pánikvezérel dolog. Azt gondolom, hogy az USDC-nek azért ott van a dollárja, és ö, ö, ugye itt az, hogy egyik bank érintve van, ez még nem jelenti azt, hogy ott is minden veszve van, és látjuk azt, hogy ugye kezd visszaállni. Persze nem lehetünk biztosak, hogy visszamegy egy dollárra, jelenleg úgy tűnik, hogy visszamegy, viszont azt is el tudom képzelni, hogy hosszabb távon ez az egész bizalmatlanság, ugye ez egy bizalmatlansági válságá is fokozódhat, ez valójában a bitcoinnak kedvez, mert a bitcoin full matematikai algoritmusok, tudjuk mikor mi történik, nem, nem függ attól, hogy most a bankok egymásnak tudnak-e kölcsönadni, nem-e, vállalnak-e túlzott kockázatot, nem-e, hanem teszi a dolgát, egy bitcoin mindig egy bitcoin, és ne felejtsük el, hogyha most ránézünk a bitcoin csátra, akkor valójában a bitcoin csáton nem látjuk azt, a, azt az óriási e, nagy korrekciót. Ugye látjuk, hogy azért lefele ment itt e, egész reggeli órákig, viszont, viszont nem volt egy nagyobb esés. Szóval, százalékosan százalékosan megnézzük, mint az USDC-nél, ugye volt e, éjszakától, ugye? E, a bitcoin az esés e, volt egy 2%, még az USDC-nél 12%, és a bitcoin a 2% az az még napon belül is föl-le, jóformán semmi. Szóval valójában a stébőkornok -ok sokkal-sokkal volatilisebbek voltak ma, mint a bitcoin. Egyébként látjuk, hogy ezt a kétszázalékos esést mára már le is dolgozta, és újra pluszba kezdene menni, akár ugye a mai napot is úgy néz ki, hogy pluszba fejezheti be. És hogyha ránézünk, hogy mit csinálunk a héten, ugye ma szombat van, hát a heti gyártyánk viszont az megfelelően masszív, ugye a héten a Fed előrejelzései, kamatemelési előrejelzése azért megfelelően elrontották a hangulatot. Ha viszont nézzük a Bitcoin csárton, ugye két napja, amikor csináltam a videót, mondtam, hogy valószínűleg hogy lejünk a 200 naposra, hát le is jöttünk, föl is pattantunk, jelenleg fölötte vagyunk, úgyhogy a 200 napos mozgó átlag fogja jelenleg a bitcoin Szóval ezzel mit szeretnék még mondani? Pár napja beszéltünk arról, hogy Arthur Hész, ugye a Bitmax tőkátéteres tőzsde alapítója, beszélt arról, hogy mi lenne, hogyha egy bitcoin alapú stablecoin jönne, aminek bitcoin van betélve mögé. Szóval bitcoinnal fedezett, nem dollár teszünk bankszámára mögé, hanem bitcoint helyezünk el letétben mögé, viszont arra törekedne ez a különböző fordított perpetual swap, ami, 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 ami ugye egyébként is tudunk kereskedni ilyen tőkátéteres tőzsdéken, hogy egy dolláros árot érjen el mindig, viszont bitcoin lenne mögötte. Azt gondolom, hogy ennek így a mai történések kapcsán sokkal nagyobb létjogosultságot látok, azt gondolom, hogy akár Arthur Hayes is és mások is, szóval szerintem innen gőzerővel elindul egy Bitcoin fedezett stablecoin, ami, ami aztán nem kell, hogy ugye bármilyen nagyon komoly szabályzás alá essen, mert egyértelműen egy decentralizált stablecoin fog ezzel létrejönni, és nem egy centralizált, ahogy a bankszámlán van letéve az összeg, és látjuk, hogy ez milyen problémákat okozott ugye a mai nap. Jó, oké, akkor visszajövő ide a Trading ra Egyébként még azt kell mondjam, hogy ugye altcoinokat leszámítva, látjuk egy-két altcoin fölfele korrigál, egy-kettő még lefele, Ethereum is viszonylag kezd visszapattanni. Úgyhogy valójában a kriptopiacot most ez kevésbé rázta meg, viszont ugye ez egy óriási szisztematikus kockázat, hogy a stablecoinokkal coinokkal ilyen dolgok előfordulhatnak. Ugye azért ne felejtsük el, hogy van akik milliárd dollárokat, vagy akár több óriási összegeket tárolnak benne, nem csak pár száz dollárt, vagy pár ezer dollárt, mint mondjuk mi, hanem tényleg nagyobb összeget és hirtelen azt látják, fölébrednek, mint ahogy mai nap mi is fölébredtünk, és azt láttuk, hogy 12%-kal lejjebb van az a stablecoin, amiben azt gondoltuk, hogy ebben aztán semmilyen árfolyam kockázatunk nincsen. Na hát, kérlek, nyom meg azt a lájkot, írd meg a komment szekcióban, hogy te mit gondolsz, mi fog történni, gondoltad-e, hogy ez egyáltalán megtörténhet, gyere be a Telegram csatornánkba, itt hozzá tudsz járulni a chathez, illetve várunk szeretettel a Dézis chatünkben is, ahol ugye több dolog történik, hogy itt is felfigyeltetek az USDC átváltására, illetve jönnek az egyéb hírek, illetve kapjuk folyamatosan a Forex AI és a Crypto AI teljesítményéről a híreket, látjuk, hogy ugye ezen a héten valójában 21,9%-kal ment fel, a, a, hogyha kumuláltan nézzük a Forex AI teljesítményét, kedden gratis webinár, és utána még több gratis webinár fog jönni, úgyhogy várlak szeretettel. Még egyet nézzünk rá a Twitterre, hogy mi történik a Twitteren, ugye feltétlenül érdemes a Twitteren követni a, a kukac Miklós Denklert. Itt látjuk, hogy megosztottam e, egy olyat, hogy a CryptoPunk NFT-k úgy néz ki, hogy stabilabbak, mint a stablecoin -ok. Ugye itt látjuk a CryptoPunk nft árfolyamát, és valójában szeptember óta azt kell mondanunk, hogy jóformán semmi kilengés nincsen. És azért szeptember óta sok minden történt, novemberben összeomlott ugye az FTX, és látjuk, hogy a CryptoPunk nft a kezdeti volatilitás ellenére jóformán tavaly szeptembertől tényleg mint egy stablecoin működnek, és most is majd, hogy nem stabilabban tartják az értéküket, mint a stablecoinok, -ok de tudjuk, hogy ez miért van. Egy lájkot like mindenképpen itt megérdemel, és ugye itt, amikor éppen ezt posztoltam, akkor már 0,92-n volt az USDC, ő is megérdemel egy lájkot, like illetve megosztást. Szóval a leírásban gratis webinár, feltétlenül várunk, illetve megtalálod a kriptományc oktatások alatt a Crypto World Master platform linklét. Fontos, hogy azt a linket használd, és ott ingyenesen hozzá tudsz férni a dashboardhoz, illetve egyéb tanfolyamainkhoz örülök, hogy itt voltál. Kommentben várom a véleményedet, hogy akkor melyik stablecoinban bízol te, miért és mit vársz, hogy vissza fognak-e menni, visszamegy az USDC, illetve a többi érintett stablecoin vissza fog -e menni egy dollárra. Azt is megérthető, hogy miben bízol a bankokban bízol inkább, és hogy ott rendben van a pénz, így a, a Silicon Valley bank összeomlását követően, vagy a kriptóban bízol. Ha kriptóban bízol, akkor, akkor meg pontosan melyik coinokban, bitcoinban, illetve miben látod azt, ami az értéket meg tudja nekünk menteni. Ami érdekes, hogy a, a, a Pax dollár, a Paxos dollár, ugye, ami egy aranyal fedezett valójában stablecoin, de ugye aranyban mögötte, ő elkezdett emelkedni, és ugye látjuk, hogy volt egy komolyabb korrekciós időszak. Az aranynál viszont pikpak kilőtt, és ugye az arany elképesztő százalékot ment itt az elmúlt pár napba, 7-8 százalékkal ment följebb az arany, azért, mert az egész bankrendszerben való bizonytalanság, és ugye az, hogy nem tudnak egymásban bízni a bankok, ez újra az aranyra világított rá, és tudjuk, a bitcoin egy digitális arany, és ez előbb-utóbb ez a narratíva, ez az opció felismerése kerül sokak által, és azt gondolom, hogy a, a, a bitcoin jövője még bőven előttünk áll, még nagyon-nagyon a, még a kamaszkorban sincs, igaz, hogy 14 éves, de azt kell mondanom, hogy még valójában a bébi korszakban jár a bitcoin. Örülök, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban, és kedden 18 órakor a gratis webináron. Hello, hello!